karácsony táján nagyon gyakran olvassunk a Lukács evangéliumának a második fejezetéből, de szinte mindig abba hagyjuk annál a versnél, hogy a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy tett, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. És itt szoktuk abba hagyni a karácsonyi történetnek a felolvasását. Tudja valaki, hogy mi következik rögtön a következő mondatba? Így van, az a Mátéba jön pont ezután, de nagyon jó volt, mert az és itt a Lukácsban viszont egy egészen másik történettel folytatja Lukács, méghozzá 8 nappal később történik, ami nagyon fontos. Sok szereplője ugye van a karácsonyi történetnek, sokat beszélünk a pásztorokról, az angyalokról, a bölcsekről, Máriáról, Józsefről, de van még 2 szereplő, akiről nagyon ritkán szoktunk karácsonykor beszélni, és ez pedig Simeon és Anna. Hát én most róluk szeretnék olvasni, és most mivel kicsit máshogy foglaltunk helyet, ezért most nem kérem, hogy álljunk fel, hanem helyünkön nyugodtan hallgassuk Isten igéjét. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhébe megfogant. Amikor leteltek tisztulásának a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényébe, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényébe foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy 2 galamb fiúkát. Íme élt ott egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba. Amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgáltad beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, melyet elkészítettél. Minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népennek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére, felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, melynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével, hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odállt, hálát adott az Istennek, beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Hát még ez is, amit most felolvastam, egy nagyon fontos része a karácsonyi történetnek. Lukács nem osztotta fejezetekre, mint ahogy mi a Bibliát, ezért az ő elbeszélésébe ez még szorosan összetartozik. A gyermek Jézus megszületett, és mikor felvitték Jeruzsálembe, 2 nagyon fontos személlyel találkozott. Az első ugye Simeon volt, akiről azt olvassuk, milyen ember volt ez a Simeon. Igaz, kegyes, és a Szentlélek volt rajta. Hát egy ilyen férfi volt ez a Simeon, egy idős ember volt már ekkor, aki kapott a lélektől egy kijelentést, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja saját szemével a megváltót. Azért nagyon kedves nekem ez az ige, mert sok olyan idős embert ismerek, és a gyülekezetből is többeket, akik elmondták, hogy a szívükben érzik, hogy Istennek még terve van velük, mert van még egy megtéretlen unoka, egy megtéretlen gyermek, és mintha kaptak volna egy kijelentést az Istentől, hogy addig nem távozol el erről a földről, míg ők meg nem ismerik az Urat. Olyan jó olvasni Simeonról, hogy ott volt benne az a kijelentés az Isten lelkétől, és várta a megváltót. Majd itt van egy másik személy is, Anna. Hát róla is tudunk néhány dolgot, azt tudjuk, hogy hát már nem egy fiatal hölgy volt ez az Anna. Mit tudunk róla? 7 évet élt házasságba,
azóta eltelt már 84 esztendő. Ha még azt mondjuk, hogy nagyon fiatalon házasodott meg, 14-15 évesen, akkor hány éves ez az Anna? Ki tud nagyon gyorsan számolni? 105. Ha már 14 évesen megházasodott, 105 éves már ez az Anna. Lehet, hogy még később házasodott, akkor még idősebb. Egy ilyen idős asszony, egy özvegyasszony, aki azt mondhatná, hogy hát mit tudok én már tenni? Ebben a korban nem volt nyugdíj. Sokkal nehezebb volt az ilyen egyedül maradott özvegyasszonyoknak. Két nagyon fontos dolgot tett. Mit ír az ige róla? Böjtölt és imádkozott. És ez olyan kedves volt az Isten előtt, hogy amikor a megváltó a világra jött, akkor Isten úgy irányított mindent, hogy Anna megláthassa. Annyira sokat jelentett ez neki, hogy volt ez az özvegyasszony, aki hiába volt már ennyire idős, egész nappal, éjjel és nappal szolgálta az Isten böjtel és imával. Nagyon kedves nekem ez az alkalom, hogy ma este itt együtt lehetünk, ahogy Zoárd is említette, az a két generáció, amelyik a legnagyobb részben van a gyülekezetben, és mégis a legnagyobb távolságban a életkor tekintetében. És mennyire szükségünk van egymásra. Itt vannak most a fiatalok, akik most kezdenek el szolgálni, belevetik magukat a misszióba, és rengeteg energiájuk van még, és könnyen mozdulnak, és itt vannak az idős testvérek, akik már nagyon sokat szolgáltak. Már itt van sok embernek, sok-sok évtized szolgálat a háta mögött. És talán van, aki már azt mondja, hogy hát én már úgy belefáradtam, nagyon sokat szolgáltam. Már nem olyan, mint régen. Már nem azon, hogy felugrok és elmegyek, már nehezebben megy sok minden. De mégis milyen nagy szükségünk van egymásra. Itt volt ez az Anna, aki böjtel és imádsággal szolgált. És milyen nagy szükség van ma is a mi gyülekezetünkbe, azokra az idős testvérekre, akik böjtel és imádsággal szolgálnak. Milyen nagy szükség van a fiatalokra is, akik pedig, amit tudnak, megtesznek még az energiájukból. És látjuk, ahogy az egy test összeáll, és kiegészül az egész. És azt olvasjuk még Annáról, hogy abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálemben, akik várták Jeruzsálem megváltását. Ott van ez az Anna, és azt olvassuk róla, hogy még 105 éves korában is, egy igazi bizonyságtevő. Azt mondja az ige, hogy még beszélt mindenkinek, akinek csak tudott. Ott a templomba, ott a környezetébe. És olyan jó ezt látni, és olyan jó ezt látni a gyülekezetbe is, az idős testvérek életébe, és most szeretnénk hálát adni azért, hogy a gyülekezetünkben sok idős testvér van. Gyakran hálát adunk azért, hogy milyen sok fiatal van. Talán ritkábban hangzik el, hogy hálát adunk, hogy sok idős testvér is van. Voltam nemrég egy gyülekezetbe, ahol nagyon sok fiatal van, de nincsen idős. Ez egy frissen plantált gyülekezet, és azt mondta nekem az egyik gyülekezeti tag, hogy Barna, legyetek nagyon hálásak az idősekért, mert nekünk nincsenek, és nagyon hiányoljuk őket. Az a bölcsesség, az az élettapasztalat, ami nekik sokszor megvan, az nekünk még nincs meg. És szeretnénk így közösen hálát adni azért, hogy Isten így alkotta meg a gyülekezetet. Egy testé. Van a gyermek, van a középkorú, és van az idős. Az idős is volt egyszer fiatal, és az idős is lesz, és a fiatal is lesz egyszer nagyon idős, ha az Úr még megadja nekünk. De most itt tudunk lenni együtt. És talán ez is a karácsonynak az egyik üzenete, hogy a világban olyan elképzelhetetlen, hogy egy 105 éves és egy fiatal együtt legyen. Sőt, neten együtt beszélgessenek. Hát miről? Nincs már közös témánk. Hát annyira mások vagyunk. De mégis nekünk legalább egy közös témánk van. Ez pedig a mi atyánk, aki egy. Nem számít, hogy hány évesek vagyunk, nem számít, hogy nőttünk fel, miken mentünk keresztül, egy édesatyánk van. És szeretném, hogyha tudnánk ma rátekinteni, és tudnánk ezért hálát adni. Hogy a karácsony, amikor azt mondjuk, hogy Immanuel velünk az Isten, akkor ezt is jelenti, hogy egy Isten van velünk, aki minket összeköt. Én szeretném, hogy röviden tudnánk hálát adni, és most kérnék néhány fiatalt és néhány idős testvért is, hogy röviden tudjunk hálát adni azért, amit tapasztalatunk a karácsony üzenetében, és azért is, hogy a karácsony, a szeretet, amit Isten bemutatott, az egy olyan szeretet, amely sehol máshol nincs ezen a világon.